Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a YouTube csatornámon! Ma egy újabb aktuális kedvenceim című videót hoztam nektek, amiben meg fogom nektek mutatni, hogy mik azok a termékek. Ebben a hónapban kizárólag sminkek és ilyen bőrápolási, szépségápolási termékeket fogok nektek mutatni, amik nagyon nagy kedvenceimé váltak így az elmúlt 1-2 hónapban. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mik ezek, akkor tartsatok velem. Nos, tehát akkor vágjunk is bele, kezdem a bőrápolási, szépségápolási termékekkel. Nemrég jártam az Yves Rocher-ben, ugyanis a nappali arckrémem, amit használtam, a Helia D valamelyik ilyen gél krémje, az megromlott sajnos. Úgyhogy szükségem volt egy új nappali arckrémre, és mindenképpen valami könnyű, géres állagú, mattító nappali arckrémet szerettem volna. És mivel az Yves Rocher-ba időnként jönnek ilyen kedvezmény kuponjai, mivel törzsvásárló vagyok, ezért gondoltam, hogy akkor most lecsapok a kedvezményre, és így szereztem be a Sebo Vegetalnak a Zero Blemish Gel Cream nevű termékét. Ez zsíros kombinált bőrre használható, ilyen sűrű, de nagyon könnyű, géles állagú arckrém. Egyébként ez nappal és éjszaka is használható, nagyon finom, picit friss, citrusosabbnak mondható illattal. Nagyon tetszik az illata, tényleg mattítja a bőrt, nem nehezíti el, nagyon szépen terül el rajta az alapozó is, nem kukacosodik fel a krém alatta, úgyhogy nagyon jól tud együttműködni a sminkjeimmel is. Azt hiszem teljes áron 5500 forint körül lett volna, de volt rá egy 40%-os kuponom. Ugyanúgy kuponkedvezménnyel vásároltam meg szintén a Sebo Vegetal termékcsaládnak ezt az antioxidáns szérumát, amit reggel és este is használok, kizárólag a T-vonalban, ahol zsírosodásra hajlamosabb a bőröm. Ilyen kis pipettás kivitelű, és 2 cseppet használok összesen nappal, és 2 cseppet este, tehát nagyon sokáig elég lesz ez a kis üvegcsepp. Azt hiszem ez 4500 forint körül volt, és ebből is volt 40% kedvezményem. Illatra ugyanolyan, mint az arckrém, és szintén nagyon jól tudnak együtt is, és a sminkjeimmel is, az alapozóimmal együttműködni. Tényleg nagyon szépen és hosszan mattítja az arcbőrt, úgyhogy nekem ezek nagyon-nagyon beváltak. Még azt sem tartom kizárnak, hogy ezek újra vevősek lesznek, ha kifogynak. A következő dolog, amit fogok nektek mutatni, ezt a Be Silky csapatától kaptam tesztelésre. Tőlük kaptam korábban az IPL otthoni szörtelenítő készüléket, erről egy külön videót is készítettem nektek a tapasztalataimról, ha esetleg kíváncsiak vagytok arra a videóra, akkor ide kattintva megnézhetitek, de alul az infoboxba is meg fogjátok találni. Ugyanúgy, hogy az IPL gépnek a linkjét is, hogyha érdekel titeket szeretnétek rendelni, akkor használjátok alul a linket, ott tudjátok elérni. És a Be Silky-nek nemrég jött ki ez a kis szörtelenítő kütyüje, ami gyakorlatilag úgy működik, mintha egy borotva lenne. Egy első ránézésre olyan nekem, mint a Tangle Teaser hajkefe tulajdonképpen. Nagyon kis, könnyű, kézreálló, kompakt dologról van szó. Nagyon érdekes, ilyen picit érdesebb, durvább felülettel. Ez a nanokristallin nevű technológia, amit alkalmaztak itt a felület kialakításánál. A lényege az egésznek az, hogy körkörös mozdulatokkal végig kell dörzsölgetni a szörteleníteni kívánt felületet, és ahogy mondtam, úgy funkcionál, mintha egy borotva lenne. A negatív hatásait kiküszöbölve, tehát a vágásoktól meg tudjuk magunkat kímélni, illetve mivel dörzsölgetjük vele a felületet, így az elhalt hámsejteket is eltávolítja, tehát nagyon szuper 2-1-ben szörtelenítő és bőrradírozó termék is. Nagyon sokféle színvariációban kapható, itt a doboz tetején lehet látni, hogy milyen színek közül lehet választani. Ugye ez egy nagyon érdekes kis kütyű, én korábban még sosem láttam ilyet. Ami még nagy előnye például, hogy utazáskor, repülős utazáskor, ha kézipodgyászunk van, csak abba is be lehet dobni, mert nem minősül vágó, szúró eszköznek, mint mondjuk egy borotva. És akkor még a használatáról néhány szót, illetve egy-két trükköt megosztok veletek, amit én szoktam alkalmazni használatkor. Szóval, hogyha csak egy nagyon gyors borotva és borotva nélküli szörtelenítésre van szükségünk, mondjuk a lábunkon, karunkon, akkor előkapjuk ezt a kis kütyüt. Sima, száraz bőrfelületen körkörös mozdulatokkal végigmegyünk rajta, ez igazából egy
pár perces hadművelet az egész. Ahogy mondtam, az elhalt hámsejteket is eltávolítja, nem szabad erősen nyomni a dörzsölgetéskor, és így nem sérti fel a bőrünket. Használat után pedig érdemes testápolót használni, azzal bekenegetni a szőrtelenített bőrfelületet. Természetesen használat után egyből látszik ugye az eredmény, hogy eltávolítja a szőrszálakat. Nyilván ez nem gyökerestől távolítja el, mint mondjuk az IPL készülék, tehát ezért mondom, hogyha gyors, látványos eredményre van szükségetek, akkor érdemes ezt a kis kütyüt bevetni. Viszont az IPL géppel együtt is jól működik, hiszen a gép használata előtt szőrteleníteni kell a bőrfelületet, és utána szabad villanófényes szőrtelenítővel végig menni a bőrünkön. Ahogy mondtam, ha érdekel titeket, akár ez a termék, akár az otthoni IPL szőrtelenítőgép, ami szintén egy nagyon kis cuki, kompakt, könnyen használható, könnyen kezelhető termék, akkor arról az infoboxba belinkelem nektek. Amit még érdemes róla tudni, hogy 8990 forintba kerül, és 3 évig használható. Semmiféle vegyszer, tisztítószert nem szabad a felületére felvinni, kizárólag tiszta vízzel tisztítható. Menjünk is akkor tovább a smink termékekkel, amik az elmúlt időszakban nagyon nagy kedvenceimé váltak. Az egyik, ez nem más, mint a L'Oréal Infallible 24 órás mattító hatású alapozója. Ez is egy olyan alapozó, amit réges-régen, több évvel ezelőtt én már használtam, aztán valahogy így feledésbe merült, más alapozókat kezdtem el tesztelni, viszont valamilyen mostanában megint picit jobban zsírosodott az arcbőröm, és úgy éreztem, hogy szükségem van egy olyan igazán mattító hatású alapozóra, ezért újra vásároltam ezt a 110-es vanilla róz, vagy rose vanilla nevű színt, és egyszerűen imádom. Nagyon pici mennyiségben, nagyon erős fedést tudunk vele elérni, szépen mattítja a bőrt, de nem nehezíti el, és tényleg egy nagyon vékony réteg elég a majdnem maximális fedéshez, amit én imádok. Gyorsan el lehet dolgozni akár ecsettel, akár sminkszivaccsal, illetve gyorsan is kell vele dolgozni, tehát én így szektoronként külön-külön szoktam felvinni, mert gyorsan szárad. Sűrű, de krémes állagúnak mondanám, és tényleg nagyon-nagyon hosszan fennmarad az arcon, és matton tartja az arcbőrt. Azt hiszem, ilyen 4-5000 forint körül van az ára. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt újra vásároltam, mert azóta ez napi használatban van nálam. Ugyanúgy, ahogy a NYX Bare With Me korrektor széruma, ezt láthattátok egy korábbi smink videómban, amikor azt hiszem az őszi hétköznapi sminkrutinomat mutattam meg, abban teszteltem gyakorlatilag ezt a korrektort, és imádtam, mai napig imádom. Nagyon könnyű állagú, könnyen eloszlatható, akár kézzel, akár szivacsal, akár ecsettel is. Nagyon szép fedése van, de nem mattítja le a szem alatti területet, amit én mondjuk egy korrekt, ahogy az alapozótól elvárom, hogy mattítsa az arcomat, a korrektortól azt várom, hogy nem mattítsa le a szem alatti területemet. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis termék, mindenki a legvilágosabbtól a legsötétebb bőrtónusú, akik mindenki meg fogja találni a neki megfelelő színt. Árban is egy ilyen 3000, pár száz forint körül van, azt hiszem. A Rossmannban is kaphatóak már a NYX márka termékei, úgyhogy érdemes szerintem kipróbálni. Ez ilyen kis pumpás kivitelű, és nagyon pontosan, nagyon pici mennyiséget ki lehet belőle nyomni, nem fog kárba veszni semennyi belőle. Aztán van itt egy ilyen szeretem, nem szeretem, kedvenc, most megint a szeretem fázisban vagyok vele, ez nem más, mint a MAC Prepent Prime Transparent Púdere. Ezt még karácsonyra kaptam, aztán rájöttem, hogy a vakus fotó alatt nagyon világít, tehát azzal nem működik jól együtt, de nemrég újra elkezdtem hétköznapokra használni, kizárólag a szem alatti területem, és itt az arcomnak ezen részén, illetve az orromon fixálásra, és imádom, nagyon szép ezt a blurring effektet hozza, pórusokat minimalizálja, eltünteti, és az arcbőr matton tartásában is segít. Szóval most megint azt mondom, hogy nagyon szeretem ezt a porpúdert, leszámítva azt az egyetlen negatív tulajdonságát, hogy a vakus fotóval nem működik jól együtt, nagyon világít a terület a vakus fotókon, ahová ezt felvisszük. Nem egy olcsó dologról van szó, de tényleg zseniális termék, hogyha simán csak hétköznapokra használjuk. A következő, amiről mindenképpen szeretnénk néhány szót ejteni, ez a Shiglam márkának a bronzosítója és a pirosítója. Ugye ez a Sheen
korábban csak ruhás márkának, kijött a Siglam vonal, a saját márkás sminktermékeket is árulnak. Ezt is, hogyha láttátok korábbi smink videóimat, szerintem többször beszéltem már róla, hogy mennyire szeretem. Sőt, lehet, hogy már kedvenceim videóban is beszéltem róla, de én még mindig nem tudom megunni, ezért gondoltam, hogy újra megmutatom nektek. Mind a bronzosító, mind a pirosító fantasztikus. Ma is ez van az arcomon, bronzosító és pirosító gyaránt. Én púderrel fixált bőrre szoktam felvinni, úgyis fantasztikusan eloszlatható egy tömöttebb fejű ecsettel. Nagyon-nagyon szeretem, hosszan fennmarad az arcon, és nagyon könnyen eloszlatható. Ilyen kis duci, hegyes végű, szivacsos applikátorral rendelkezik, mind a pirosító, mind a bronzosító. A pirosító szín, amit én választottam, ez a 101-es Love Cake, a bronzosítóból pedig a Golden Sun, azt hiszem ez volt a világosabbik színvariáció, abszolút megfizethető, azt hiszem 1100 forintos termékek voltak, úgyhogy én ezeket imádom, pedig korábban nagyon nem voltam jó viszonyban a krémállagú termékekkel, de ezek nagyon-nagyon beváltak. És ha már arcnál tartunk, az utolsó dolog, ami valójában nem kerülhetne bele ebbe a videóba, mert ezt néhány napja szereztem be, de annyira tetszik, hogy gondoltam muszáj megmutatnom nektek. Ez nem más, mint a Catrice Fall in Colors bronzosító és highlighter palettája, ami egy gyönyörű szép bársonyos csomagolásban van. Megmondom őszintén, először első körben a csomagolásába szerettem bele. Nem ezért mentem a Rossmannba, de ezt nem tudtam ott hagyni, ezt a palettát. Van benne egy nagy tükör is, és itt találjuk benne a négy színt. Gyakorlatilag három highlighter és egy bronzosító van benne, de én ezt a színt mondjuk összekeverve a bronzosítóval, egy fényes bronzosítóként is tudom használni. Ez gyönyörű szép, ez a barna szín, nem túl hideg, nem túl meleg, kontúrozásra, bronzosításra is nagyon jól használható. A highlighterek pedig zseniálisak. Ma ez a picit rózsaszínesebb árnyalat van itt az arccsontom legmagasabb pontján, ezt használtam, illetve ezt teszteltem. Nagyon krémes, nagyon finom állagú és könnyen eldolgozható púderekről van szó. 3100 forintba került a paletta, ez limitált kiadású. Legvégül pedig, hogy az ajkak sem maradjanak ki a kedvencek közül. Két szájkontúr ceruza, amit egy ideje használok, és gondoltam megmutatom nektek. Ez mindkettő a Rival Loves Me márkának a szájkontúr ceruzája. Egy pár száz forintos termékről beszélünk, viszont nagyon jó minőségű, könnyen hegyezhető, nem törik a hegye, nem túl kemény, nem túl puha állagú szájkontúr ceruza, és nagyon-nagyon jó színei vannak, főleg az én szájszínemhez, bőrtónusomhoz nagyon jól passzolnak. Van egy 12-es Minx nevű színem, ez egy rózsaszínesebb alaptónusú, ma is ezzel van körbe rajzolva a szám, és akkor ennek a tetejébe vittem fel a MAC Oyster Girl nevű szájfényemet. Bármilyen rúzsal nagyon jól működik együtt, akár még piros rúzsará is föl lehet vinni, és nagyon szépen hosszan a helyén marad. A másik szín, amit használok, ez pedig a Desert Storm, ez egy barnásabb alaptónusú nude szín, úgyhogy én imádom mind a kettőt, és tervezem még több szín beszerzését ezekből a kis cukiságokban. Az utolsó dolog pedig egy rúzs, amire szintén tök véletlenül akadtam rá, ezt a DM-ből szereztem be, egy L'Oreal rúzs, mégpedig a J.Lo's nevű 645-ös szín a Color Rich vonalból. Gyönyörű szép a csomagolása ezzel az aranyszínnel. Nagyon régen nem volt L'Oreal rúzsom, és már el is felejtettem, hogy milyen jó minőségűek tudnak lenni. Nagyon finom, ilyen tipikus L'Oreal rúzs illata van. Egy gyönyörű szép, fényes, nem túl erős nude szín, ami akár önmagában is használható, vagy akár egy szájkontúr ceruzát, ha felviszünk alá, még egy kicsit tudunk variálni a színével. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis termék, és gyönyörű szép színei vannak, többféle nude színben is kapható. Ez ahogy mondtam, egy hidegtónusú, picit barnásabb beütésű nude, de nem túl erős, nagyon fényes, nagyon jól hidratálja a számat, úgyhogy imádom. Azt hiszem, ez ilyen 4000 forint körül vannak a L'Oreal rúzsoknak az árai. És igazából én ennyi lettem volna mára. Ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!